előtt 10 órakor a Pesti Lloyd Társaság helyiségében tartandó közúti vaspálya társaság tisztelt cím alapítóinak közgyűlésére. A tanácskozás tárgyai, az alapítók választmányának jelentése, az alapszabályzat tervezet előterjesztése, a társaság végleges megalakulására vonatkozó határozatok. Kelt Pesten 1865. május 1-én. Az alapítók választmánya. Így szólt a meghívó, és ezzel kezdetét vette Budapest szervezett vasúti közlekedésének megvalósítása. Első vonalát a mai Kálvin tér és Újpest között nyitotta meg 1866-ban. Két év múlva a mai Madács tér, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Damjanich utca nyomvonalon is lóvasút közlekedett. ...1869-ben a Budai Vaspályatársaság két vonalat nyitott meg, a Lánchíd-Budai hídfő Óbuda főtér, valamint a Lánchíd-Budai hídfő Zugliget között. Természetes, hogy a korabeli technikai adottságoknak megfelelően a kocsik kezdetlegesek voltak. Rajtuk első, másodosztályú, az emeleten harmadosztályú utasok utazhattak. Egy és két lovas kocsik robogtak, illetve kocogtak a Pesti utcán, és ha az időjárás megengedte, az utasok nyári kocsiban is utazhattak. Teherfuvarozásra alkalmas járművek is rendelkezésre álltak. 1876-ban a Margit híd megnyitása után egyesült a Budai és Pesti Vaspályatársaság Budapesti Közúti Vaspályatársaság néven. A vonalak építésével együtt épültek a mai forgalmi terepek elődei is. Az egykori külső Üllői úti terep ma már csak fényképen látható. 1874-ben korszakalkotó eredménynek számít a svábhegyi fogaskerekű vasút megnyitása, melynél a vonóerőt külön célra épített gőzmozdonyok szolgáltatták. 1887-ben már körülbelül 41 km pályahosszal rendelkezett a Budapesti Közúti Vaspályatársaság. A szállított utasok száma meghaladta az évi 15 milliót. Fejlődött a város, fokozódtak a közlekedési igények is. Nagy nap ez. A német Siemens és Halske cég a meghívottaknak bemutatta a nagykörúton, a Nyugati Pályaudvar és Király utca között épített alsó vezetékes próbapályán, miként szolgálhatja a villamos áram a közlekedést. A siker megalapozta a villamosítás jövőjét, és két évvel később már átadták a forgalomnak az Egyetem tér Baross utca Orci tér vonalat. Az alsó vezetékes rendszernél a sínt tartó acélbakok tartották az áramvezető sínt is. Esztétikai szempontból a város belterületén csak alsó vezetékes villamos közlekedhetett. Külterületeken felső vezetékes hálózat is alkalmazható volt, melynél az áramlevétel lírás áramszedővel történt. Alsó vezetékes vonalak épültek az Akadémiától a Podmanicki utcán át az Andrássy útig, a Nagykörúton a Nyugati Pályaudvartól az Üllői útig, majd pedig a Külső Király utcában is. A villamos vonalak építésével együtt villamosították a telepeket is, melyek előzőleg a lóvasút céljait szolgálták. A Pálffy telep ma villamos vasúti főműhely. A Damjanich utcai telep ma a trolibuszoknak ad szállást.
Az újpesti kocsiszín már a múlt század végén alsó vezetékes villamos kocsiszín volt. Az időtájt a szép ilonai kocsiszínben is villamos kocsik pihentek. A villamos energiát gőzüzemre berendezett áramfejlesztő telepek szolgáltatták, többek között a Pálffy telepen, a Kertész utcában és a Damjanich utcában. A villamosítással korszerűsödött a kocsipark is. Tágasabb, erősebb és jobban rugózott kocsikat készítettek. A láncmeghajtásról áttértek a fogaskerék meghajtásra. A hajtóművek fejlődésének útja a mai forgóalvászhoz vezetett. 1891-ben még gőzüzemmel nyitják meg az új köztemetői és Korponai utcai vonalakat, de rövidesen ezeket is villamosították.